Estét! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Dránovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. A várossal fizette, majd felvette a biztosítási pénzt a kozármisanyi polgármester. Hűtlen kezelés és hamisítás a vád. Menekültek, önkormányzat, iskola. Ukránok helyzete Pécsen. Rétvalvi Sándor, bronz, lélek, természet. Emlékkiállítása nyílt a 3 éve elhunyt művésznek. Omega Musical. A Gyöngyhajú lányt pécsi rendező rendezte, Kóbor Léna főszerepben. Hűtlen kezelés és okirat hamisítása vád a kozármisanyi polgármester ellen, akinek bírósági tárgyalása a csütörtökön kezdődött. A vád szerint az önkormányzattal fizette ki a megkötött életbiztosításait a településvezető, majd a kötvények lejárta után felvette a pénzt. A hamisítást az önkormányzati bankkártyák használatát szabályozó rendelkezés aláírásával követte el az ügyészség szerint. A vád szerint még 2014-ben kötött életbiztosítást a kozármisanyi polgármester két biztosítóval és a város képviselőjeként. Ezek a település vezetőre vonatkoztak, az egyik életbiztosítás kedvezményezettje az önkormányzat, a másik maga Bíró Károly volt. Csütörtökön a pécsi járásbíróságon azt mondta, szerinte ezzel nem követett el bűncselekményt. Meggyőződésem szerint ezzel nem úgy hűtlen kezelést követtünk, hanem egy gondos gazda módjára előre takarékoskodtunk egy jövőbeni kiadás fedezeteként. Én utána a következő 5 évben ezzel nem foglalkoztam, ez egy rendkívül alacsony költségtétel a önkormányzat költségvetésében, viszont bizonyítja azt, hogy ez transzparens, hogy minden évben a költségvetési rendeletben külön nevesített soron szerepeltettük azt, hogy polgármester életbiztosítása, és erre fizetünk havi összesen a két kötvényre 35-40 ezer forintot. Egészen pontosan a városi költségvetésből fizették, közpénzből. A városvezető szerint azért kellettek ezek, hogyha nem nyer 5 év múlva, akkor ebből fizetik a végkielégítését és a lehetséges jutalmát. Mikor került az önkormányzatra az, hogy ezekhez a szerződésekhez szükség lett volna a képviselőtestület döntésre? Ezt kérdezte a bíró, ugyanis közben letelt az 5 év, a kötvény 1,5 millió forintos értékét kifizették a polgármesternek, aki saját számlájára kérte a pénzt. Mindezt úgy, hogy a kozármisanyi képviselők erről semmilyen döntést nem hoztak. Én akkor érzékeltem, amikor ez a pénz kiutalásra került, hogy akkor most ez megfelel-e a minden szabálynak, ennek megvan-e a jogcíme, és a kormányhivatalral is konzultáltam erről, ez már 2020 évelején volt. Így van, és ezt a részét elfogadom, hogy a jogcím az hiányzott akkor évvégén, 2019 évvégén. Ezért valahogy indokoltá és hivatalossá kellett tenni ezt a kifizetést. Erre 2020 márciusában került sor, amikor rendkívüli képviselői ülést tartott a kozármisanyben. Megállapítottak számomra jutalmat. Ez nem újdonság, mert szinte minden évben kapott a polgármester jutalmat. Volt a 10 év alatt, volt 2 év, amikor nem. A többiben 4-5-6 havi jutalmat is kapott a polgármester, személy szerint én. Így a vádlott szerint nem volt semmi meglepő ebben az utólagos döntésben. Az okirat hamisítás kérdése az önkormányzati bankkártyák használatát érintette. Itt polgármesteri utasításban szabályozták, hogy ki jogosult ezekkel fizetni. Azonban itt később olyan okiratot módosítottak, aminek az eredetiét nem találták, illetve az időbeliség sem egyezett. Ugyanis az állítólagos 2014-es utasítás, amit 2015 módosítottak, olyan dolgozó nevét is tartalmazza, aki csak 2018-tól állt a kozármisanyi önkormányzat alkalmazásában. Az ügy tárgyalása tanúk kihallgatásával folytatódik pénteken. Hiába nőtt az Ukrajnából menekültek száma, ez nem jelenik meg a pécsi ukrán nemzetiségi önkormányzat létszámában, mondja a testület elnöke. Baranyába csak 1-200 menekült jut el, azonban óriási eredmény, hogy önálló iskolát kaptak az ukránok Budapesten, mondta stábunknak az önkormányzati vezető.
Ukrán énekes a színpadon a pécsi Széchenyi téren. Itt tartották a Nemzetiségek napját még szeptember 7-én. Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnökét kérdeztük arról, hogy növekedett-e a létszámuk, hiszen a napi hírekben arról hallani, hogy sokan menekülnek hazánkba a háborús helyzet miatt, és többen Baranyában találtak otthonra. Olyan szempontban, mint a választópolgárok létszám nem változott, viszont a menekült emberekből most tavaly sokkal több volt, most kiment vissza haza, kiment tovább Németországba, Angliába, bár ilyen többi országba. Most jelenek ilyen körülbelül 100-an vannak, ami gyerekek is vannak, ami szinte óvodába, iskolába járnak. Ami nagyon jó, hogy aki keresi a munkát, az talál. Szóval ilyen segítőkészek a munkaadók is. Az elnök elmondta, hogy a nyelvismeret hiánya még helyenként hátrányt jelent, de találkozna olyan családdal is, akik lehet, hogy Baranyában telepednek le végleg. Valaki már nagyon szépen is beszél magyarul, van, aki már csak tanul, de már látszik az, hogy van még olyan gondolatok, hogy lehet, hogy itt maradnak, hogy nagyon tetszik nekik a város, és természetesen most nem lehet tudni, hogy Ukrajnában meddig lesz ez a helyzet. Reméljük, hogy milyen hamarabb vége lesz, de most itt tartunk. Újabb pozitív hír a két nemzet történetében, hogy iskola nyílt Budapesten, mondja Popovics Jelena. Nagyon jó örömhír van, ami nem Pécset érint, hanem igazából az országos ukrán önkormányzat érint, ami Budapesten idén kinyitották egy ukrán-magyar iskolát, ami nem csak iskola 8 osztályba, hanem a gimnázium lesz, és a gyerekek a végén 2 diplomát fognak kapni. Szóval ez az első hivatalos iskola, úgyhogy az idén érdött az első osztály. A budapesti ukrán iskola 600 a háború elől Magyarországra menekült gyermek oktatását biztosítja szeptembertől. A magyar kormány saját költségvetésből forrást biztosít az épület bérlésére, az iskola dolgozóinak fizetésére és az egyéb kapcsolódó kiadások fedezésére. Rövid híreink következnek. Mohácsnál még a másodfokú árvízvédelmi készültség van érvényben. A folyó apadása azonban gyorsul, így várhatóan pénteken mérsékelhetik a készültség szintjét. Dunaszekcsön csütörtökön elkezdték az ideiglenes védművek elbontását. Itt csütörtökön reggel 851, Mohácsnál 854 cm-t mutatott a vízmérce. A folyó apadása a következő napokban gyorsul, szombatra 1,5 méterrel csökken a vízszint. A másodfokú készültséget ezzel összhangban várhatóan pénteken, az elsőfokút pedig szombaton szüntetik meg, és a komközlekedés is helyreáll néhány napon belül. A dunai árhullám már Horvátországban jár. Szerdára Viradóra elérte a folyó vízállása a 708 cm-t Kiskőszegnél, a Vártnál 60 cm-rel alacsonyabbat, és azóta már pár centit apadt. A Kopácsi rét, amely a Duna és a Dráva természetes, több mint 23 ezer hektáros árterülete is egyben, valamint almás és eszék áll terhelés alatt. Pénteken az árhullám eléri Vukovárt, a hétvégén pedig új lakó, majd tovább halad Szerbiába. A Duna Kiskőszegnél lép be Horvátországba, és Újlaknál vonul át Szerbiába. Horvátországi főágának hossza 137 kilométer. 160 köbméter szeméttől szabadították meg a baranyai erdőket. A Mecsekerdő 3 erdészete is bekapcsolódott az Energiaügyi Minisztérium, valamint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT által támogatott Tisztítsuk meg az országot 2 elnevezésű hulladékfelszámolási programba. A Mecsekerdő 2024 nyarán több mint 160 köbméter illegálisan lerakott hulladékot szállított el a baranyai erdőkből. Az erdészeti társaság minden alkalmat megragad, hogy felhívja a figyelmet az erdők tisztántartásának fontosságára. Rétfalvi Sándor, Bronz, Lélek, Természet. Ez a címe annak a kiállításnak, amely a 3 éve elhunyt művész alkotásaiból mutat be egy válogatást Pécsen. A tárlat a szakralitás és tájszobrászat világából merít a bemutató alkalmára.
A Munkácsy díjas szobrászművész halála óta ez az első kiállítás, mely az emlékezés egyében született. Ez a kiállítás automatikusan vonzza maga után az emlékezést. A mindössze vagy már 3 éve elhunyt művész tanítványainak is nagyon hiányzik. Németh Pál szobrászművész a Munkácsy díjastól tanulta az alkotás örömét, szépségét. Az emlékezés mellett azt gondolom számomra ez inkább egy nagyon komoly felkiáltójel az ő esetében, és nagyon örülök, hogy ez a kiállítás megvalósult, ami részben köszönhető az örökösei, a gyerekei munkájának, illetve Bak Péter galériájának, aki ezt a kiállítást bevállalta és bemutatta. A kiállítás lényege, hogy ismételten ráirányítja a figyelmet egy olyan alkotóra, aki Magyarország szobrászatának egyik kiemelkedő művésze, akinek köztéri munkáival a pécsiek naponta találkozhatnak, mondta Németh Pál. Az Színház téren, a Székesegyház kapuján és még számos helyen egyébként nem csak Pécset, hanem Budapesten, az országban. Számomra, mint tanítványának, nagyon izgalmas látni ezt az anyagot egyébként így, igazából jó lenni a mestertárgyai között, még akkor is, hogyha pontosan tudom, hogy ő maga ezzel a kiállítással soha nem értett volna egyet, és soha nem is valósult volna meg az ő életében ez a kiállítás. Ez leginkább amiatt, hogy a 90-es évek közepétől Rétfalvi Sándor elzárkózott minden ilyen megmozdulás elől. Bizonyos szempontból egyfajta ilyen önként vállalt számüzetés volt az, ahogy ő a Böki János Husszai házába tulajdonképpen ilyen értelemben bezárkózott, és körbe rakta magát azokkal a tárgyakkal, amelyek egyébként itt vannak most vitrinekben, LED-fényekkel megvilágítva egy teljesen más kontextusban, mint ahogy egyébként az ő számára ezek a tárgyak működtek, és ugyanakkor, hogyha itt lenne, és látná ezt a kiállítást, én azt gondolom, hogy azon kívül, hogy persze dödögne, és nem értene vele egyet, mert ő visszokott, de biztos vagyok benne, hogy csodálkozna rajta, és hogyha megpróbálnám meggyőzni azzal, hogy de mester, nézze meg, működnek ezek a tárgyak, és erre azt mondaná, hogy persze, Palika, működnek, mert hogy ezek szobrok. Bak Péter művészettörténész a kiállítás kurátori feladatait is ellátta. Mindig egy új kihívást jelent számára egy új kiállítás megszervezése, installálása. Egyáltalán nem zavaró az, hogyha egy tájszobor mellett mondjuk ott van egy kicsivel elütő, akár szakrálisabb, vagy éppen ezek egy térben mutatkoznak meg, mert a tér, hogyha azt úgy követeli meg, vagy éppen a szem úgy követeli meg, akkor ezek megférnek egymás mellett. Az alkotások Pécsen a Bak galériában megtekinthetők. A kiállításról bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című kulturális magazin műsorában értesülhetnek nézőink. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Sérülése óta először volt pályán Juhász Dorka. Juhász Dorka csapata, a Minnesota Lynx a párharc második mérkőzésén is legyőzte a Phoenix Mercury-t, így bejutott az észak-amerikai női kosárlabdabajnokság elődöntőjébe. Juhász Dorka az elmúlt időszakban sérüléssel küzdött, és az alapszakasz utolsó 2 meccsén, illetve a rájátszás első összecsapásán sem lépett pályára. Ezúttal viszont már 1 percet kapott edzőjétől, és ez alatt egy lepattanót szerzett. Csütörtöktől ismét a keletibe érkeznek a pécsi IC-k. Kedden és szerdán Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között karbantartást végeztek, emiatt a pécsi vonalon is változott a menetrend. A pécsi IC-k egy része a déli pályaudvarra érkezett, és onnan is indult. Csütörtöktől azonban helyre állt a rend, azaz a keleti pályaudvarra futnak be, és onnan is indulnak a vonatok, adta hírül a Mávinform. Pécset is látható Posgai Zsolt rendezésében a Gyöngyhajú lány legendája Omega Musical. A főszerepet Kóbor János lánya, Léna alakítja. Az alkotás egy experidenssel valósul meg. Erről tartottak sajtótájékoztatót a darab alkotói a Lauber Dezső sportcsarnokban csütörtökön. Posgai Zsolt pécsi származású rendező, számos nemzetközi díj nyertese. Nemrég az Omega egyik nagy sikerű daláról elnevezett musicalt alkotta meg. A darab egy új főszereplővel gazdagodott, aki a legendás zenekar frontembere, a 3 éve elhunyt Kóbor Jánosnak a lánya, Kóbor Léna lett. Másfél éve kerültem bele ebbe a darabba, és akkor azért
kerestek meg, ugyanis az előző főszereplő, Békefi Viktória, ő terhes lett, és nyilván vicces lett volna, hogyha nagy pocakkal játssza a 18 éves lány szerepét, úgyhogy akkor egy ilyen castingot hirdettek, ahova én elmentem, és akkor tényleg ugyanúgy prózai szöveget, dalt, mindent meg kellett tanulnom, és akkor azok alapján sikerült a casting, és utána egy 2 hónapos felkészülési időm volt, és utána már jött is az első előadás, és azóta ugye az országban mindenfelé járunk. Ennyi idő alatt alakul, formálódik a szerep. Vajon erről Léna hogy val? Belülről azt érzem, hogy sokkal magabiztosabban állok a színpadon, szóval, hogyha az előző, a legelső előadásomat a mostanival összehasonlítanánk, szerintem óriási különbség lenne, és nyilván rengeteg segítséget kaptam mindenkitől, ugye Sánta László, a férfi főszereplővel is rengeteget próbáltunk meg ugye ő, neki óriási tapasztalata van, szóval ő rengeteg mindenben tudott segíteni, és nyilván meg is fogadtam a tanácsait. Tudom, hogy mit mondanak mások, de nagyon jó volt vele. Idősebb, mint én, és talán tényleg nem lett volna szabad összejönni vele, de annyira vártam már a szerelmet. Ezzel a szerepléssel édesapjára is emlékezik a 17 éves Kóbor Léna. A musical rendezője Posgai Zsolt a darab keletkezési körülményeiről beszélt a sajtótájékoztatón. Van egy olyan dal, megálltól 16 évesen, amely nagyon érdekes szituációról szól egy kislány életében, és tulajdonképpen innen jött a történet, hogy egy nagyon fiatal lány csalódását megpróbáljam, és azt az éjszakát, amikor ezt a csalódást túléli, és kislányból nő lesz. Ezt valahogy megpróbáljuk a színpadon, tánccal, zenével, mindennel, ami azért lehet jó, mert igazából a nézőtéren minden nő átment ezen, és minden férfi elviselte ezt, tehát ismerik a történetet, és ezekhez kapcsoltuk aztán a dalokat is. De úgy, hogy ne csak önmagukba szóljanak, hanem igazából kapcsoljanak a történethez, vagy éppen teljesen mások legyenek. Hiszen Kóbor János sem gondolta soha, hogy mondta nekem, hogy a gyöngyhajú lány az arról is tud szólni, hogy anya elénekli egyedül a színpadon a már nem létező gyermekének, az első gyermekének a tragédiáját, a gyöngyhajú lányjal. És akkor bizony nem szerelmi történetről szól ez a dal. De más daloknál is ez előfordul. A Gyöngyhajú lány legendája musicalt október 11-én mutatják be a pécsieknek a Lauber Dezső sportcsarnokban. A régió híreivel folytatjuk. A szekszárdi törvényszéken nyilvános ülést tartottak másodfokon egy sokak által ismert tragédia ügyében. Még 2021-ben fiatalok szenvedtek balesetet Várdombot elhagyva Szekszárd irányában. A sofőr gyorsan hajtott, ezért letért az útról és egy betonhídnak csapódott. A baleset következtében a hátsó ülésen utazó 3 fiatal lány közül egy életét vesztette. Ezen a felvételen az látszik, ahogy az autót vezető, akkor 21 éves sofőr driftel autójával. Itt pedig már a mécsesek. A szórakozásból nem sokkal később tragédia lett. A fiú az 56-os számú főúton Szekszárd felé haladt, Várdom lakott területét elhagyva gyorshajtott és betonhídnak csapódott. A balesetben az egyik hátsó ülésen utazó 17 éves lánya helyszínen életét vesztette. A szekszárdi járásbíróság korábban a vádlottat 3 év fogházbüntetésre és végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyészség súlyosítás, a védelem enyhítés miatt fellebbezett. Most az ügy kapcsán másodfokon tartottak nyilvános ülést a szekszárdi törvényszéken. A kiszabott büntetés a középmértékkel egyezik meg. Álláspontunk szerint az ügyészi mértékes indítványa egyező tartalmú súlyosítása indokolt. Egyebekbe helybehagyásra teszek indítványt. Az ügyészség 4 évre emelte volna a kiszabott büntetést. A vádlott ügyvédje azt mondta, a büntetés szerinte megtorló jellegű. Az ügyvéd felhozta azt is, hogy a vádlott és az utasai pszichológiai szándékegységben voltak, azaz biztatták a sofőrt a szágoldásra és a driftelésre, ezzel kockázatot vállaltak. Viszont a bíróság, ugye a védelmi fellebbezés az enyhébb, elsősorban 2 évet meg nem haladó szabadságvesztés kiszabására, és annak a végrehajtásában történő felfüggesztésére irányult, ezt a formában fel is tartom, illetőleg a határozatlan idejű közötti járművezetéstől eltiltás helyett határozott idejű közötti járművezetéstől eltiltás kiszabását kérem a tisztelt törvényszéktől. A vádlott az utolsó szó jogán bocsánatot kért minden hozzátartozótól. Azt mondta, ha tudná, visszacsinálná az egészet. A bíróság rövid szünetet követően ítéletet hozott. Kiirdettem a szekszárdi törvényszék másodfokú eljárásban hozott végzését. Közúti baleset okozásának vétsége miatt elindított büntetőügyben
Szekszárdi járásbíróság 2024. január 31 napján kihirdetett 31B 150/2023/9 számú ítéletét helyben hagyja azzal, hogy a vádott terhére megállapított bűncselekmény helyes megnevezése közúti baleset okozásának vétsége. Az elsőfokú bíróság 3 év fogházbüntetésről és végleges hatályú közúti járművezetés eltiltásáról szóló ítéletét tehát nem változtatták meg. Az ítélet jogerős. Elektromos roller. A témával kapcsolatban a jogszabályokról, illetve a balesetek gyakoriságáról kérdeztük Komlósiné Kis Anettet, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjét. Július 16-án történt egy jogszabálymódosítás, amelynek értelmében már többfajta rollerre szükséges a kötelező felelősségbiztosítás megkötése. Ha a jármű végsebessége meghaladja a 25 km/h, akkor minden esetben elengedhetetlen a biztosítás megléte, valamint ha ezt a sebességet nem éri el, de 14 kg-nál nehezebb a jármű, akkor szintén kötelező ennek betartása. Ezen szabályok követése különböző okok miatt is elengedhetetlen. A balesetek 3%-át az elektromos roller használók okozzák. Sajnos Tolna vármegyében is egyre több ilyen jellegű baleset történik. Ez idáig ebben az évben már 6 olyan baleset történt, amelyben e-rollerek vezetője volt érintett. Ebből 5 esetben a rollernek a vezetője volt az, aki okolható a baleset bekövetkezéséért, és sajnos 2 olyan eset is volt, amikor annak ellenére, hogy ez tilos, 2 utaztak ezen az e-mobilitási eszközön, és ezekben az esetekben mindkét esetben sérülés lett a balesetnek a vége. Nagyon fontos a bukósisak használata. Az idei évben Tolna vármegyében előfordult balesetekben 6 alkalommal történt ilyen baleset, ebből 5 alkalommal nem használtak bukósisakot a járművön utazók. Már büntetendő, ha az eszközzel ittasan közlekedünk. Ha valaki ilyen eszközzel ittasan közlekedik, akkor az ittas járművezetés bűncselekményét követi el abban az esetben, hogyha 0,25 mg/l meghaladja a szervezetében a légalkohol koncentrációnak a mértéke. A témával kapcsolatban szekszárdiakat kérdeztünk, az ezzel kapcsolatos vélemények megoszlanak. Idegesítenek magyarán mondva. Hát engem végül is úgy nem zavar. Úgy gondolom, hogy aki normálisan tudja használni, az bármikor tud rendesen közlekedni vele. Én szerintem a fiataloknak nagyon jó, és ha jól használják, akkor én szerintem semmi probléma nincs vele. Csak némelyik nem tudja, hogy hogyan kell csinálni. De én benne vagyok. Nagyon jó dolog, és hasznos szerintem, meg igazából könnyebb, mint egy kocsi, mert könnyebben mászkálunk itt az utcán. Odafigyeléssel, a szabályok betartásával, a rendeltetésszerű jármű használattal sokféle baleset megelőzhető. Közös sajtótájékoztatót hívott össze 4 Csurgó környéki település vezetője a Dél-Somogyi városban. Mint elhangzott, tarthatatlan helyzet alakult ki a közös önkormányzati hivatalban. Sem a jedző, sem az aljegyző, de a hatósági iroda vezetője sem folytatja a munkát október 1-től. A megválasztott új csurgói polgármester Ilia Csaba szerint biztosította a hivatal működése, megbízott jegyző kezdi meg a munkát október 1-től. A kis települések vezetői szerint erről azonban nem egyeztettek velük. Tarthatatlan az a helyzet, ami az elmúlt hetekben kialakult a csurgói közös önkormányzati hivatalban, amelyhez 8 település tartozik, mondta Madarász Zoltán, Porrok polgármestere, aki 3 környező falu megválasztott vezetőjével tartott közös sajtótájékoztatót a Dél-Somogyi városban. A kis települések polgármesterei úgy vélik, a június 9-i önkormányzati voksoláson megválasztott új csurgói polgármester Ilia Csaba túllépte a hatáskörét, és a város jegyzőjével sem szeretne a jövőben együtt dolgozni. Olyan tevékenységet fejtett ki, amely az én olvasatomban jogszerűtlen, hiszen olyan döntéseket hozott már a hivatalba lépése október 1-e előtt, ami a hivatali munkát konkrétan ellehetetlenítette. Jelen pillanatban a csurgói közös önkormányzati hivatal úgy néz ki, hogy jegyzőasszony, egy fiatal csurgóra betelepült csurgói lakos 2 gyermekes családanya, Ilia úr a nyár folyamán közölte vele, hogy nem kíván vele továbbiakban együtt dolgozni, tehát ő szeptember 30-ával közös megegyezéssel, még a jelenleg regnáló testület döntése alapján közös megegyezéssel távozik a hivatal éléről.
Mint Madarász Zoltán elmondta, Csurgó aljegyzője közös megegyezéssel kezdeményezte távozását, valamint a hatósági iroda vezetője sem folytatja már a munkát a városban. Ő már máshol jegyzőként dolgozik. A közös hivatal szervezeti és működési szabályzata alapján azonban alakuló üléseket, illetve az átadás átvételeket a jegyző, az aljegyző, illetve a hatósági iroda vezető szervezeti bonyolíthatja, folytatta Madarász Zoltán. Mint hozzátette, tudomása szerint a közös önkormányzati hivatalban a jegyzői poszt betöltésére nem írtak ki pályázatot, de az állásra már biztos befutóról van tudomásuk. Erről azonban nem egyeztetett Ilia Csaba a körjegyzőséghez tartozó többi település vezetőjével hangzott el a sajtótájékoztatón. Megdöbbentett, hogy mennyire a fejünk fölött és a megkérdezésünk nélkül születnek döntések. Ebben az időben pletyka szinten már hallani lehetett, hogy a megválasztott polgármester úr új jegyzőt hoz, nyilván a személyét nem ismertük, velünk polgármesterekkel, kistelepülési önkormányzatokkal egyeztetést le nem folytatott. A kialakult csurgói helyzetről Madarász Zoltán Porok polgármestere tájékoztatta a felügyeleti jogkört ellátó Somogy vármegyei kormányhivatalt, hangzott el a sajtótájékoztatón, amelyen részt vett Jeszek József, Somogy-Bükkösdi, Fagyas József, Somogy-Csicsói településvezető, valamint Vuk Attila megválasztott szentai polgármester is. Mint elmondták, a személyi változások és a döntések miatt bizonytalanságot tapasztalnak a hivatal életében. Csurgó leköszönő polgármestere Füstös János is aggodalmát fejezte ki. Eddig ez a város egy nyugodt, békés kisváros volt, ami a 18 településnek a járási székhelye és körzetközponti szerepet is betöltött. Az elmúlt heteknek az intézkedései alapján ez a körzetközponti szerepnek a gyengülése is látszik, annak ellenére, hogy még az új képviselőtestület nem is kezdte el a munkát. Csurgó egy hátrányos helyzetű település, kevés a jó szakember, és én azt gondolom, hogy minden jó szakembert nem csak Csurgón, hanem több nagyobb, prosperálóbb településen is meg kell őrizni, és meg kell becsülni őket. Ilia Csaba megválasztott csurgói polgármester szerint október 1-e után is biztosított a hivatal működése. Megbízott jegyzőként a feladatokat Ács Attila látja el, aki segíti majd a körjegyzőségi településeken az alakuló üléseket és az átadás átvételeket, mondta el Ilia Csaba. Ő jelenleg még egy másik körzet jegyzője, és ő lesz az, aki bírja a bizalmamat, és ő lesz az, aki a munkánkat segíti. Ezekben az időszakokban, hogy a körjegyzőségen lévő települések se aggódjanak, a mai nap délelőtt folyamán már mindegyik polgármestert a hivatalból felhívták, polgármesteri hivatalunkból. Mindegyik polgármester megkapta azt, hogy mikor fogunk itt találkozni, mikor fognak ők találkozni Ács Attila jegyző úrral. Ekkor egyeztetnek a körjegyzőséghez tartozó települések vezetőivel a képviselőtestületek alakuló üléséről is, mondta Ilia Csaba. Híradónk végén baranyai témáink. Még egyszer, röviden. A várossal fizette, majd felvette a biztosítási pénzt a kozármisanyi polgármester. Hűtlen kezelés és hamisítás a vád. Menekültek, önkormányzat, iskola. Ukránok helyzete Pécsen. Létvalvi Sándor, bronz, lélek, természet. Emlékkiállítása nyílt a 3 éve elhunyt művésznek. Omega Musical. A gyöngyhajú lányt pécsi rendező rendezte, Kóbor Léna főszerepben. Pénteken egy hidegfront előterében helyenként nyugaton, északnyugaton és északon alakulhat ki időnként eső, zápor, máshol viszont még sok napsütésre van kilátás. Délelőtt 17 és 27, délután 28 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb, holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!